Mi más is lehetne méltóbb 30 év megkoronázásának, mint egy egész estes előadás Pintér Gabriella énekművész személyében? A színpadi lét számára nagyon meghatározó, dalban mondja el érzéseit. Minden ellátogató nagy szeretettel hallgatta végig a koncertet. Virág Antallal közösen léptek fel a színpadon. Kollégája zongorával kísérte az énekesnőt. Szeretnék bolondulási, de finom lenne. Csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgysem engedem. Magasba repülni volna jó valakivel. Nagyon sokan ismernek már, mert itt születtem, itt tanítottam az első 10 évet a 30-ból, tehát indultak itt tőlem ismert nevek, mint mondjuk Vágó Bernadett, és már akkor is énekeltem könnyű zenét. Az első ilyen estünk az 2000-ben volt a Garai Gimnázium dísztermében, a kollégákkal összehoztunk egy zenekart, és nagyon jó hangulatú volt ez az este, nagyon élveztem. Ez volt az első ilyen önálló estem ebben a műfajban, és akkor utána ez már rendszeressé vált. Én utána elköltöztem Zala megyébe, aztán össze-vissza az országban mindenfelé éltem, de ez a műfaj is mindig repertoárom maradt, és a komoly zene mellett, és nagyon sok kiállítás megnyitón Németországban turnéztunk operettel, énekeltem a Szegedi Szabadtérén, például Tomposkátyával. Nem főszerepet, de nagyon élveztem azt is musicalben. Szóval nagyon sok fellépés volt tényleg. Kinti, puncspartitól kezdve ilyen szilveszteri koncert, vagy karácsonyi koncert, meg természetesen benti koncertek is, mind a kettőt nagyon élveztem. 30 éve kezdtem el tanítani igazából, és akkor engem így időközben elkezdett érdekelni a könnyű zenei műfaj. Ez a 30 év tulajdonképpen az egész munkásságom, mert az elsődleges feladat az a tanítás. És a másodlagos feladat csak az éneklés. Úgyhogy ennek ellenére, vagy emellett ez rengeteg, tényleg rengeteg koncert volt így a 30 év alatt. Próbáltam úgy összeállítani a műsort, hogy fiatalabb, idősebb generációnak is legyen benne, lesz benne filmzene, jazz, chanson, régi film, magyar filmek, slágerei. Az elejét népdallal kezdem, aztán éneklek egy Zorán dalt is, így a cappella, és lesz musical is. A popdal is meg fog szólalni, bár nem az a szokványos, de az is egy magyar dal lesz, amit mindenki ismer szerintem. Tehát így kicsit úgy válogattam, hogy a közönség is ismerős dalokat, olyan legyen, amit én is szeretek természetesen, mert ez egy kiváltság szerencsére nekem, hogy azt énekelhetek koncerten, amit szeretnék. Úgyhogy remélem mindenki jól fogja érezni magát. Most az operett és a mesedalok például kimaradnak, de azok is repertoáron szoktak lenni. Ami nagyon visszatérő, az a musical, az operett és a chanson, de én nagyon szeretem a jazzt is például, és így a Tonyval megbeszéltük, hogy egy ilyen műsort össze fogunk állítani. Vele most kezdtem egyébként dolgozni közösen, és rövid volt az időnk, úgyhogy nem jutott mindenre most, de a jazz az nagyon izgat például. Abból biztos, hogy több lesz.